Sziasztok, Ádám vagyok, a tech nézitek, és a Honor 6-os okostelefonon az Antutu Benchmark tesztet fogjuk lefuttatni. Megnézzük, hogy a, a több mint 100 ezer forintba kerülő készülék milyen hardveres képességekkel rendelkezik. Előbb nézzük meg a készülék specifikációját. Ehhez, hogy jobban látszódjon hogy veszem egy kicsit a fényerőt, ami így már jobban látható így 4.4.2-es kitketet futat a telefon, a Huawei saját gyártású Kirin 920-as processzora van, Mali T624-es grafikus gyorsítóval, Full HD kijelzőnk van, ami 5 hüvelykes képátlóval rendelkezik, illetve 13 megapixeles a hátlapik kameránk. A készülék 3 GB ram rendelkezik, ebből pillanatnyilag 1400 mega érhető el, amint látható. Itt, ha rámegyünk egy kis memória tisztításra, akkor hát elvileg 260 megabajtot szabadított fel. Ugye itt látható 1786 meg a szabad, megnézzük az Antutu mennyit lát. Itt maga az Antutu csak 1611 megabajtot lát, de ez is abszolút jó. Mellé 11 GB háttértárunk van, ugye ez egy 16 GB-os névleges tártarolattel rendelkező háttér. A Kirin 920-as processzor 8 maggal rendelkezik, ami 800 és 1708 MHz közötti óra jelen üzem el. Itt a Mali T624-es grafikus gyorsítunk 13 és 5 megapixeles kameráink vannak. Van GPS, Wi-Fi, abból is a 802.1 BGN és AC szabvány is támogatott, ami mindenképpen pozitívum. Bluetooth 4.0-át kapunk, viszont nincsen FC. De itt vannak azok a szenzorok, amelyek belekerültek még támogatást kapva a készülékbe. El is indítjuk a Honor 6-os Antutu tesztjét. Maga a Huawei Honor 6 a nyár folyamán mutatkozott be, és októberben jelentette be a Honor márkanév piacra lépését Európában a Huawei. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy itt Európában és Magyarországon nem Huawei márka név alatt, hanem egy teljesen önálló márkaként jelenik meg a készülék. Így a Huawei Honor 6 elsői nevéből lett Európában egy Honor 6, ahol is a Honor maga a név, a 6-os pedig a típusszám. A készülék igazi csúcsmodell, ahogy a specifikációt láttuk, mellé bruttó 105 ezer forintos nyitóár társul, ami nagyon baráti. Így már rögtön a készülék megjelenését követően sokan lecsaptak, illetve lecsapnának esetleg rá. Nem véletlen, hiszen tényleg te Full HD kijelző 8 magos processzor 3 GB ROM, ami azért ebbe a 100 ezer forintos kategóriában eléggé ritkaság számba megy. A 16 GB háttértár, korrekt kamerák, illetve viszonylag még éppen frissnek mondható hardware illetve a szoftver van a készülékben. A Honor álláspontja szerint a marketing költségek minimalizálásával szeretnék ezt a készülék árat tartani a jövőben is. Ez azt jelenti, hogy túl sok reklámot nem lehet majd látni a Honor rendel, viszont kedvező árakat igen. Hogy ez mennyire működik, arra jó példa például a Xiaomi, ami már a világ harmadik legnagyobb telefongyártójaként vagy nyilván tartva, akik szintén rendkívül alacsony árazással, illetve rendkívül agresszív árpolitikával jutottak el oda, ahova. A hardware nézve, ugye hát ezzel a hardware már ismerkedhettünk korábban is más készülékekben, főleg Huawei-ben. Egy ö, erősebb, processzorról beszélhetünk, ez a Kirin 920 a viszont az 8 mag ellenére nem mondható, hogy a főbb konkurensekkel fel tudja venni a versenyt, így például a Samsung, a Samsung Galaxy Note 4-ben, vagy néhány már Ázsiában kapható készülékben megtartó Qualcomm Snapdragon 805-tel nem igazán tudja felvenni a versenyt, holott az csak négy maggal rendelkezik, nem nyolccal, de hát nyilván az ára is más egy Honor hatnak, mint mondjuk egy Galaxy Note 4-nek. Közben elindult a 2 grafikus teszt is. itt most indul a 3 d ezt is. Nyilván itt a Mali T624-es grafikus gyorsítót megnézzük, hogy tudja megdolgoztatni a rendszer. Itt az első rendelésnél, ha jól látom, akkor olyan 20-30 fps közötti értéket produkál. És hát itt a későbbiekben is egy előre akadás nem nagyon mutat a renderelés során a Honor mindenképpen pozitívum. le is futott a teszt. Itt látható 41.469 pontot kapott a készülékünk, ami azért nem rossz, összességében azért a Snapdragon 800-as eredményeit közelíti, nyilván a 805-ost még nem, de a 800 és 801-es négy magos eredményeket azt hozza a készülék, ami mindenképpen pozitívú, ezért a 105.000 forintos árért. Ez volt a Honor 6-os Antutu Benchmark tesztje. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!